Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Advent első vasárnapján dél-magyarországi derbi következik a Szentgellért Fórumban, ugyanis a PMFC együttesét látja vendégül a Szeged Csanád Grosics Akadémia. Jól fejelt ebbe az üres területbe, ahova aztán belépett Márk Várt. Jobbal az indítás, Palincsár fejelire, Borvető kerülhet helyzetbe, hoppá, hoppá, 11-es! 10. perc, Gojdos Zsolt áll a labda mögött, vele szemben pedig Helesfai Donát. Berúgja Gajdos méghozzá nagyon határozottan. Megszerzi a vezetést a Szeged Csanád Grosics Akadémia a 10. perc végén. Hát valahogy így kell rúgni egy büntetőt. Akkor sem lett volna esélye Helesfainak, ha eltalálja az irányt, hiszen a léc alá lőtte erőből Gajdos. Kitűnő büntető volt. Megvan a vezetés. Gajdos Zsolt második gólja a bajnokságban, és csak úgy, mint tavaly, most is beveszi a PMFC hálóját. Haris, Palincsár át keveredett most a jobb oldalra, Pap, Haris, eddig nagyon szép kis akció ez, Pap, jól reagált a labdavesztésre, Gajdos ezúttal jobbal is, ezt most megfogta Helesfai, aztán hirtelen kiejtette, nem sok hiányzott, hogy Papáron vércseként lecsapjon erre a labdára. 25. perc, Haris, illetve Gajdos áll a labda mögött, Haris suhintja rá, nem sokkal ment mellé, de azért, mert Helesfai kitornázta valahogy. Gera Norbert higgadtan, elegánsan. Aztán viszont pontatlanul, szerencsére Pejovistól méterekre elpattant, így pedig Gajdos szöktethette ki a jobb oldalon felfutó Papáront. Pap betörne a 16-oson belőre, Pap még mindig, jön a bepassz, és Gajdos elől Pejovics az utolsó pillanatban. Haris, van felfutó ember Kővári személyében. Kővári bátor szólóra vállalkozik, Kővári, és szöglet lesz a dologból. Gajdos maga elé tudta terelni, de Pajovics ott termett hirtelen. Kővári segítette ki Gajdost, jön a beadás, méghozzá kitűnően Palincsár fejesét fogta meg Helesfai. Szép jelenet volt. Haris, nagy terület van most a pécsi védelem mögött. Papáron el is indul, öles léptekkel a jobb oldalon. Most kapja meg Haristól, Gajdos jön középen, és nem jutott el hozzá a labda. Teljesen üres itt Kővári. Marad a labda a jobb oldalon, Gajdos hosszan tolta meg, aztán viszont ügyesen tette tovább, Palincsár zicserben! Megfogja Helesfai. Üres embert találtak a pécsiek középen. Kitűnő becsúszás Nagy Zsombortól, nem az első a mérkőzésen. Gajdos szerencsével, de hozzákerül a labda, és kapura törhet. Takács bottal üti a nyomát, Gajdos nem maradt elég ereje. Újabb szöglet tehát, 86. perc, élesen jött a kaputorkába, de Molnár Farkas Tamás a mérkőzés során először védést produkált, méghozzá nagyon fontosat. Szilágyi emelkedett ezúttal a legjobban, Gajdos pedig kitűnően játsza meg Márkvártot, Köncei pedig ha már arra jár, akkor felfejlődik a támadással. Márkvárt, Köncei kapja, zicserbe kerülhet Köncei, rálövi jobbal, kapu mellé! Nyári ügyesen tartja. Itt a vége a mérkőzésnek, felharsan a hármas sípszó. A Szeged Csanád Grosics Akadémia Gajdos Zsolt 11-esből szerzett góljával legyőzi a PMFC-t, méghozzá a látottak alapján megérdemelten.